norvég-magyar projekt, Szamosályi és Elverum közös pályázat segítségével fejleszti az idősügyi ellátást. Ülésezett a köznevelési tanács, szolgáltatói térképet állít össze a kábítószerügyi egyeztető fórum. Életmentő alkalmazás, a Safe City nevű mobilos applikáció a mentőriasztás követően értesíti a közelben lévő laikus életmentőket. Egy norvég-magyar pályázatnak köszönhetően közös projektbe kezd Szamosályi és Elverum. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A norvég partnerek a Szabolcsi településre látogattak kedden, ahol először tartottak bemutatkozó interaktív workshopot. A program célja az idősügyi ellátás fejlesztése, amely mind Norvégiában, mind pedig Magyarországon fontos feladat az önkormányzatok számára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosályinak és a norvég Elverumnak egy partnerkeresési fórumon volt lehetőségük találkozni. Itt világossá vált, hogy mindkét település számára fontos az idősek ellátása és segítése. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések prioritást élveznek. Ezért az együttműködésük hosszú távú célja, hogy egymás anyagilag és szakmailag segítve a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználják. There are many projects in the big cities. Nagyon fontos számunkra, hogy ne csak nagy településekkel dolgozzunk együtt, hanem kicsi, Budapesttől távoli településeknek és térségeknek is tudjunk segíteni, mert érezzük azt, hogy itt van igazán szükség a segítségünkre. Elverum alpolgármestere is vidéki, így tudja, mennyivel nehezebb fejleszteni egy ilyen térségben, mint a nagyvárosokban. A projekt menedzsere hozzátette, az idősellátási fejlesztések kivitelezése mindkét térségben különösen fontos. Azért az idősellátásban dolgozunk, mert azt tapasztaljuk Norvégiában és egész Európa szerte, hogy a lakosság öregedik. Egyre hosszabban élünk, de egyre betegebbek vagyunk. Egyre többen szorulunk valamilyen ellátásra. Ezért ezt a szolgáltatást mindenképpen fejlesztenünk kell. A norvég delegáció a workshopon hallottak alapján szívesen dolgozna hosszú távon is Szamosályival és térségével. A szabolcsi település megfogalmazta a közép- és hosszabb távú terveket is, melynek ez a találkozó és workshop csak az első lépése volt. A projektnek a célja az volt, hogy most tulajdonképpen kapcsolatot teremtsünk, és ez meg is valósult. Mi a képviselőtestülettel és az intézményvezetőkkel kiutaztunk Elverumba, és most a mai napon, tennapi napon ők látogattak el hozzánk. Most egyelőre ez a rövid távú cél, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel, aztán középtávon meg hosszú távon szeretnénk hosszabb együttműködést, esetleg pályázati források igénybevételével a helyi idősellátásnak a színvonalát és intézménybővítést létrehozni. A pályázat közel 7 millió forintos támogatást jelentett a két településnek. Bíróné Dienes Csilla, szamosályi polgármestere hozzátette, a norvég kapcsolaton túl fontos, hogy a térség települései is összefogjanak, és hosszú távon segítsék egymás munkáját. Fontos a drog, az alkohol és az egyéb szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése a fiatalok körében, ezért a hatékony segítségnyújtás érdekében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egy szolgáltatói térképet állít össze a szülők, pedagógusok és szakemberek számára, hangzott el a Nyíregyházi Köznevelési Tanács ülésén. A megbeszélésen az óvodákban és iskolákban 2018-tól kötelezően végzett szociális munka feladatairól és lehetőségeiről is egyeztettek a résztvevők. A legutóbbi 2015-ös felmérés szerint a megkérdezett 9. és 10. évfolyamos diákok 27%-a vallotta, hogy fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális drogot. Ekkor a marihuána volt a legnépszerűbb a fiatalok körében, de a kutatások azt mutatják, a korai alkoholfogyasztás és dohányzás még nagyobb problémát jelent a 14 és 18 éves korosztály körében. A szülők, pedagógusok, sőt a szakemberek számára is kérdéses, hogy baj esetén kihez lehet fordulni. Ilyenkor a legkézenfekvőbb választás a kórház, de egy-egyszer kipróbálása vagy esetleg függőség esetén nem feltétlenül ez a legalkalmasabb helyszín. A Nyíregyházán működő egészségügyi intézményeket, rendőri szerveket és civil szervezeteket összefogó Kábítószerügyi Egyeztető Fórum most ebben kíván hatékony segítséget nyújtani. Éppen ezért egy szolgáltatási térképet állítanak össze, amelynek részleteiről a Nyíregyházi Köznevelési Tanács ülésén számolt be dr. Erdélyi Ágnes. A Sánta Kálmán szakkórház osztályvezető főorvosa azt is elmondta, nem csupán az intézmények játszanak fontos szerepet a megelőzésben, hanem a családok és az azokkal való kapcsolat is.
Mi szeretnénk a szülőkkel beszélgetni, ezért is hoztunk létre szülőcsoportot, mert szerintem a gyerek csak tünethordozó. A gyerek csak valamilyen olyan magatartást követ, amit jónak tart, jó fejségnek, rácsábítják a dolgok. Szerintem a szülőkkel kellene beszélgetni ahhoz, hogy ők hogyan tudnak otthon hatékonyan beavatkozni, mert szerintem még mindig a család az elsődleges szintere annak, hogy a problémákat megoldjuk. Egy másik fontos témáról is egyeztettek a köznevelési tanácsülésén. 2018-ban ugyanis minden gyermekjóléti központ számára kötelezővé válik a szociális segítő alkalmazás. Jövőre szociális munkások kerülnek az óvodákba és az iskolákba, hogy a pedagógusokkal együttműködve kiszűrjék a veszélyeztetett gyermekeket, fejleszték a súlyos szociális és kulturális hátrányokkal küzdőket, és megpróbáljanak kapcsolatot kialakítani az érintettek családjával. Valahol a hosszú távú cél az, hogy a pedagógusok ne legyenek magukra hagyva, hanem a szociális segítő az életviteli, mentális körülményeket vizsgálja. Ma azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sok az iskolában az a probléma, ami a gyerekek mentális egészségére hat, az agresszió, a kortársakon belüli erőszak és a családból hozott egyéb problémák. Ezek természetesen kivetülnek a tanulmányi előmenetelre. És az a feladatunk és célunk, hogy egyéni foglalkozás sokkal, csoportos foglalkozásokkal és közösségi foglalkozásokkal próbáljuk ezeken enyhíteni. Habár csupán jövőre lesz kötelező a szociális munkások alkalmazása, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak egy pályázat keretében lehetősége nyílik arra, hogy a köznevelési intézményekkel együttműködve már most az eddigi tapasztalatokat összegyűjtse, illetve egyeztessenek a szakmai munkáról, a pénzügyi háttérről és az emberi erőforrásokról. Akár életet is menthet az Országos Mentőszolgálat telefonos applikációja. A Save City nevű alkalmazás lényege, hogy a mentőriasztás követően a felhasználók az eset 500 méteres körzetében jelzést kapnak, így az odaérkező laikus életmentők elkezdhetik az újraélesztést. Ez azért is fontos, mert egy hirtelen szívleállás túlélési esélye azonnali segítség nélkül 10% alatti. Hirtelen szívmegállás esetén az első 5 percben meg kell kezdeni a segítségnyújtást, ha ez elmarad, a mentő hiába ér ki 10 perc múlva, már csak a haláltényét tudja megállapítani. Az Országos Mentőszolgálat és a Máltai Szeretett Szolgálat ezért kiadott egy olyan mobiltelefonos alkalmazást, amely a mentők riasztásával egyidejűleg a baleset 500 méteres körzetében lévő aktív felhasználóknak is jelzést küld. Ez egy közösségi életmentő hálózat, nagyon büszkék vagyunk rá, azt gondolom, hogy talán nincs is ilyen máshol a világon. És itt jön elő megint a magyar mentőszolgálatnak az a nagy értéke, ami szintén egyedi, hogy egy országos egységes szervezetről beszélünk, hogy ha hozzánk befut valahol egy segélyhívás, az ugyanabban a rendszerbe fut be mindenhol az országban, és ebben a rendszerben ugyanolyan szakmai elvek alapján, ugyanolyan felszereléssel vonulnak ki a bajtársaim, és egy ugyanolyan küldetéssel, a küldetés pedig az, hogy mentsünk meg minél több emberéletet. Ugyanakkor ez nem csak a mi szakmai feladatunk, hanem én azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek ugyanúgy célja. Így aztán most egyesül a profi mentőszolgálat, és az a sok-sok jó akaratú ember, akik az országban szívesen segítenének, most eszközt adunk a kezükbe. Magyarországon évente 20-25 ezer hirtelen keringés, leállás és szívhalál történik, ezek közül közel 7 ezer közterületen. Térségünkben viszonylag kevés ilyen újraélesztéshez hívják a mentőket. Ez megközelítőleg szerintem egy olyan 40-50-re tehető éves szinten. Én azt gondolom, hogy nem is a számok igazából azok, amik fontosak, hanem hogyha akár egyetlen egy emberi életet is meg tudunk menteni ennek az applikációnak a segítség, akkor már elérte a célját, amiért ez létrejött, amiért ez emögé az Országos Mentőszolgálat felsorakozott, illetve létrehozta ezt az applikációt. A túlélés esélye percenként 7-10%-kal csökken, ezért különösen fontos, hogy amíg a szakemberek a helyszínre érkeznek, addig egy önkéntes mi hamarabb megkezdje az újraélesztést. Szakemberek szerint átlagosan egy segélynyújtó 5 évente egyszer kerül olyan helyzetbe, amikor az elméleti tudását a gyakorlatban is alkalmaznia kell. 12. alkalommal ismerik el a megyében élő kiemelkedő tehetségeket. Novemberben ismét átadják a Prima díjakat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 10 jelölt közül végül 3-an kapnak elismerést, illetve egy külön díjast választanak majd. A gála november 10-én lesz a megyeházán.
A Prima Primissima immár 12. éve irányítja a figyelmet a kiemelkedő teljesítményekre és tehetségekre, valamint támogatást biztosít azoknak, akik példát mutatnak, szórakoztatnak, valamint tudományos és oktatói teljesítményükkel építik a jövőt. Az előző évekhez hasonlóan idén is 10 kategóriában ismerik el a megyei tehetségeket. Ezek a magyar irodalom, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, illetve a magyar zeneművészet, közölte Comba Csaba, a VOSZ megyei elnöke. A jelölést egy társadalmi kuratórium végzi az elmúlt 2 évben, ennek 12 tagja van, és a díjazottaknak a kiválasztását is ez a kuratórium végzi el. Minden évben 3 kategóriában adhatunk át megyei prímadíjat, ők 1 millió forintot kapnak személyenként. Ez is fontos, hogy személyeket lehet jelölni az elmúlt időszakban már, tehát egyesületeket nem. És lehetőségünk van külön díjátadására is, egy főnek 500 000, vagy pedig kettőnek 250 000 forint összegben. Mi az 500 000 mellett döntünk minden évben, és egy negyedik díjazottunk is lesz, egy külön díjas 500 000 forint értékben. A Prima díj átadása ebben az évben november 10-én lesz a hagyományoknak megfelelően a Megyeháza dísztermében. Idén a rendezvény fővédnöke Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, a védnöke pedig Demján Sándor, a VOSZ elnöke lesz. Összesen 236 tehergépkocsit és autóbuszt ellenőriztek a rendőrök a legutóbbi TISZPOL alkalmával, október 11-e és 13-a között. Ezek közül a vezetés és pihenőidő szabályainak megszegése miatt 7 esetben kellett intézkedniük. A rendőrök a leállítások alkalmával kisebb súlyú szabálysértések elkövetése miatt 17 esetben figyelmeztetést alkalmaztak, 21 járművezetővel szemben helyszíni vagy közigazgatási bírságot szabtak ki, további 6 esetben pedig szabálysértési eljárást indítottak a felelősségre vonás érdekében, olvasható a polisz.hu-n. 1956-os emlékjelek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címmel mutatták be I. és Gábor kötetét a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A könyvről és a bemutatóról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Könnyedén vette soron következő meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A cápák ezúttal a Honvéd ellen arattak 89-66-os győzelmet. A mérkőzésen a hazaiaknál Czura Attila 34 pontra javította eddigi karrier csúcsát. Egy jó edző mérkőzésnek és tapasztalatszerzésnek ígérkezett a nyíregyházi tekések számára az Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzés, hiszen a találkozó egyértelmű esélyesei az éppen a világkupát elhódító címvédő magyar bajnok vendégek voltak. Végül valóban 7-1 lett a vége a zalaiak javára, azonban a nyíregyháziak jócskán megnehezítették az ellenfél dolgát, és még világbajnokot is vertek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címmel mutatták be I. és Gábor kötetét a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A könyv azokat az emlékműveket gyűjti össze, amelyeket az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve állítottak a megyében. A szerző összesen 70 település emlékeit mutatja be. Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából készített jubileumi kötetet I. és Gábor, amelyet hétfőn mutattak be a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. A könyv a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein található emlékeket mutatja be, amelyeket a magyar történelem 20 legfontosabb napjának és hőseinek tiszteletére állítottak. A megye 228 települése. Településéből több mint 70-ben találtam ilyen emlékjeleket. A kötetben ezek közül 122-t mutattam be. Illetve egészen pontosan 124 készült, csak a kötet megjelenés után még 2-t lepleztek le. Tehát a kötet lényegében azt lehet mondani, hogy a megye valamennyi települését felkutatva az összes emlékjelet mutatja be. A gyűjtés, az adatok, kéziratok és fotók összerendezése több mint egy évig tartott. I. és Gábor helytörténészként is közel áll az 56-os eseményekhez, és történelem tanárként is fontosnak tartja, hogy mind a pedagógusok felkészültek legyenek, mind pedig a diákok megkapják történelmük 20 legfontosabb napjának teljes körű leírását. Személyes kötődés annyi, hogy mint történelem tanár nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetünk, nemzeti ünnepeinkre való méltó emlékezés,
és ez a kötet is része lehet, és segíthet abban, hogy akár a megyében tanító pedagógus kollégák is betélkedőkhöz, iskolai megemlékezésekhez felhasználják a kötetet. A szerző, amiről az utcák mesélnek, címmel rendszeresen ír helytörténeti sorozatot. Ennek a kötetté szerkesztésén dolgozik jelenleg, amelyet jövőre szeretne megjelentetni. Könnyedén vette soron következő meccsét a Nyíregyháza Blue Sharks. A cápák ezúttal a Honvéd ellen arattak 89-66-os győzelmet. A mérkőzésen a hazaiaknál Cura Attila 34 pontra javította eddigi karrier csúcsát. A Honvéd kérésére felcserélték az ellenfelek a pályaválasztói jogot, így a Blue Sharks hazai közönség előtt a Continental Arénában léphetett pályára a kosárlabda NB1B-ben. A vendégcsapat eddig nyeretlen volt a bajnokságban, a nyíregyháziak pedig hamar tudatosították a Honvéd játékosaiban. A rossz széria nem itt fog véget érni. A cápák végig magabiztosan játszottak, és nem okozott gondot a győzelem megszerzése. Végül 89 pontnál álltak meg a nyíregyiek, míg a Honvéd csupán 66 pontig jutott. Annak ellenére, hogy ők 0-3-mal álltak, azért erős játékot képviselnek. Nem szerettük volna semmiképpen, hogy az első győzelmüket nálunk szerezzék meg, ezért komolyan készültünk a mérkőzésre, és hát az első perctől kezdve mi vezettünk, és nem is adtuk ki a győzelmet a kezünkből. A Blue Sharksban ezúttal is nagyszerűen játszott Cura Attila, aki végül saját karrier csúcsát is megdöntötte. Igazából nem volt annyira különösebb érzés így meccs után. Igen, most dobtam meg a karrier csúcsomat így B csoportba, 34 pontot. Nem volt semmi különöse, igazából ezt Ernő is elmondta, hogy ezt várják tőlem, hogy én vagyok az egyik játékos, aki húzza a csapatot. Remélem, hogy ettől még fogok többet is dobni. A Blue Sharks pénteken játssza a következő bajnoki mérkőzését, a Continental Arénában a Török Bálint lesz a cápák ellenfele. A nyíregyháziaknál vasárnap megsérült Singer Zoltán és Vaskó György is, akiknek a játéka még kérdéses. Egy jó edzőmérkőzésnek és tapasztalatszerzésnek ígérkezett a nyíregyházi tekések számára az Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzés, hiszen a találkozó egyértelmű esélyesei az éppen a világkupát elhódító, címvédő magyar bajnok vendégek voltak. Végül bár valóban 7-1 lett a vége a zalaiak javára, azonban a nyíregyháziak jócskán megnehezítették az ellenfél dolgát, és még világbajnokot is vertek. Három játékosokat is pihentették, Szlovenszki Tiborra pedig sérülése miatt továbbra sem számíthattak, így tartalékosabb felállásban léptek dobóállásba a nyíregyházi tekések a hazai pályán, a friss világkupa győztes Zalaegerszeg ellen, akik az összecsapás egyértelmű esélyeseinek számítottak. Ennek ellenére a nyíregyháziak igencsak meglepték ellenfelüket, olyannyira jól teljesítettek, hogy minden játékosuknak sikerült legalább egy szettet elcsípnie a válogatott zalaiak orra elől, sőt gyakran a pontszerzéshez is közel álltak. Végül a 7 zalaegerszegi ponttal szemben egy nyíregyházi pont jött össze, de az nem akármilyenre sikerült. Magyarósi Péter remek játékkal, egyéni csúccsal a kétszeres csapat és egyszeres egyéni világbajnok Nemes Attillát verte meg. De az is figyelemre méltó eredménye a hazaiak részéről, hogy 3344 fájuk idénybeli legjobb teljesítményük. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Magyarósi Péternek egy önbizalomnövelő eredményt sikerült végre ismételtem dobnia, ugyanis 626 fával nem csak, hogy a világbajnokot, a Nemes Attilát, aki háromszoros világbajnok, nem, hogy megverte, egyéni csúcsot is dobott mellett a Péter, úgyhogy ez volt a másik fő célunk a mérkőzésre nézve, és azt lehet mondani, hogy a többiek is, úgy a Szlovenszki Attila az első sorban, mellett a Péter Dávid is az első sorban az 565 fájával mindenképpen jó teljesítményt nyújtott, ahogy mondtam, a Kastora Zsolci 555 fája, Peti 626 fája, és az árósorban, hogyha hozzáteszem azt, hogy a Ráski János abban a Claudio ellen, aki szintén kétszeres világbajnok, 2-0 arányban vezetett fél időben, ez mindenképpen hatalmas meglepetés volt, és végül is az utolsó pályát rontott el János, hogy a bomba meglepetést is szállíthassa az egyéni pár racára tekintve, tehát ez mindenképpen már ez is jó dolog volt, és mellett a hetei Alexnak is az utolsó 15 tarolásán három fán múlott igazából, hogy nem sikerült pontot szereznie. Hát fantasztikus mérkőzés volt, és ha a csapatfát nézzük, hogy 3344 fát dobtunk, ezt még idén soha nem értük el, úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon biztató jövőre nézve. A nyíregyházi tekések számára innen kezd igazán izgalmassá és fontossá válni minden egyes mérkőzés, hiszen a pontgyűjtés időszaka kezdődhet el.
Ha a nehezebb ellenfelek sora lement, most már a könnyebb, verhetőbb csapatok következnek. Mindjárt szombaton a frissen feljutó Balogunyom, akik ellen ugyan kemény összecsapásra számítva, de a győzelem reményében lépnek pályára Fintáig Szombathelyen. Most pedig híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egy norvég-magyar pályázatnak köszönhetően közös projektbe kezd Szamossái és Elverum. A norvég partnerek a szabolcsi településre látogattak kedden, ahol először tartottak bemutatkozó interaktív workshopot. A program célja az idősügyi ellátás fejlesztése, amely mind Norvégiában, mind pedig Magyarországon fontos feladat az önkormányzatok számára. Fontos a drog, az alkohol és az egyéb szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése a fiatalok körében. Ezért a hatékony segítségnyújtás érdekében a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egy szolgáltatói térképet állít össze a szülők, pedagógusok és szakemberek számára, hangzott el a Nyíregyházi Köznevelési Tanácsülésén. A megbeszélésen az óvodákban és iskolákban 2018-tól kötelezően végzett szociális munka feladatairól és lehetőségeiről is egyeztettek a résztvevők. Akár életet is menthet az Országos Mentőszolgálat telefonos applikációja. A Save City nevű alkalmazás lényege, hogy a mentőriasztás követően a felhasználók az eset 500 méteres körzetében jelzést kapnak, így az odaérkező laikus életmentők elkezdhetik az újrajelesztést. Ez azért is fontos, mert egy hirtelen szívleállás túlélési esélye azonnali segítség nélkül 10% alatti. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 17-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Az előző napokhoz hasonlóan anticiklon és ezzel együtt leszálló légmozgás alakítja térségünk időjárását, melyben egyre fokozódik a köthajlam. Az éjjeli órákban derült lesz az ég, majd hajnalban ismét párássá válik a levegő, és újra képződhetnek makacs, sűrű ködfoltok. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a párásság és ködfoltok megszűnése után napos idő várható fátyol felhőkkel, csapadék nélkül. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégéig még anticiklon alakítja időjárásunkat. Az előző napokhoz hasonló napos, száraz és enyhe időre számíthatunk, de az éjszaka képződő, néhol sűrűköd egyre nehezebben oszlik majd fel a délelőtti órák során. Nagyobb változásra csak vasárnaptól, illetve hétfőtől van kilátás, amikor felhősebb, csapadékosabb idő várható, de ennek részletei még bizonytalanok.